Még mondja valaki, hogy nem összetartók a Tolna megyei testnevelők úgy egészében. Nem indulhat el ugyanis egy tanév úgy, hogy ne legyen közös fórumuk, kellemest összekötve a hasznossal. A Tolna megyei diáksporttanács okkal büszke arra, hogy ilyen találkozókat évtizedek óta sehol másutt az országban rendeznek, pedig csak egyszerűen szervezés kérdése az egész. Az augusztus 23-ai Magyar Diáksport Szövetség országos tanévnyitóján kiderült, hogy ilyen összefogott megyei tanévnyitót egyedül Tolna megye tart. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikortól, de több évtizede tartjuk ezt a rendezvényt. A Tolna megyei Diáksporttanács és a Tolna megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete, és amint látunk, hogy körülbelül 80 Tolna megyei alap- és középfokú tanintézet testnevelője itt van körünkben, ez talán jelent valamit olyan vonatkozásban, hogy ez igazi közösségnek tekinthető. Miután online meghallgatták egy olimpián járt paksi származású sportorvos hölgy beszámolóját Tokióról, rátértek az új tanévben jelentkező új dolgokra, ami azért is hasznos volt, mert számítva esetleg a vírus negyedik hullámának komolyabb megjelenésére, már most ősszel fel kell, hogy pörögjenek a diásportban az események, tudhattuk meg a Tolna megyei diásporttanács titkárától. Azokat a sportágokat, mint az atlétika, a mezei futás, az asztali tenisz, a teremfutball, amelyek többnyire őszvégi, téli sportágok voltak, ezeket szeptember-október hónapban a megyei diáksportszervezeteknek le kell, hogy bonyolítsák. Ahhoz, hogy mi megyei döntőt tegyünk, ehhez a városi diáksportbizottságainknak Pakson, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron, Szekszárdon, illetve Szekszárd város környékén alapszintű versenyeket kell, hogy rendezzenek, természetesen a kötelező óvatosság betartásával. Előrébb jön az atlétika, ezen belül a mezei futás, az asztali tenisz is. Utóbbiban például úgy rendeznek hamarosan város, illetve környékbeli diákolimpiát, mégpedig Bátaszéken, hogy az általános és középiskolás korcsoportok versenyt egy napon megtartják. A tankerületek, mint elhangzott, nagy segítséget adnak ahhoz, hogy a nagyobb létszámok együttes jelenléte miatt a fertőtlenítés a versenyeket megelőzzen és közben is megtörténjen, tekintettel az eszközigényes sportágakra. Körülbelül 30 diák olimpiát nyertünk, csak az aranyat számolom, nyertünk egyesületi utánpótlást. Ott is lett volna egy nagy álom, hogy OB1-es edző legyek, de hát köztudottan Pakson a jobb sportolók fejben is jobbak, és hát tovább tanulnak, és így már az igazi felnőtt korban nehéz őket összeszedni. Pór Józsefnek a röplabda volt, és ma is az a szíve csücske. Meg is alapozta ezt a sportágat saját nevelésből MB2-es szinten az Atomvárosban. De sok más profi sport paksi térhódítás után a röplabda fejlesztése komoly támogatók hiányába már nem fér bele a helyi sportkoncepcióba. A szabadidős sport, mint említettük, legalább annyira szívügye volt, mint az élsport. Volt egy olyan módszere, ami ezen a téren mindmáig sikeressé és népszerűvé tette. Egyik tanítványom a szakdolgozatát a kiválasztásból írta, és jött hozzám, hogy én írjak neki, meg segítsek, hogy a sportági kiválasztás hogy megy nálam. És akkor mondtam neki, hogy hát aranyoskám, nincs kiválasztás. Aki jelentkezik röplabdázni, vagy jelentkezik ugye később florbalozni, azt én senkit nem küldök el. Tehát én nem tudom elmondani neked, hogy kéne kiválasztani, mert nincsen. Nagyon kicsi, úgymond én az emlékeim szent lemorzsolódás, és ebben nagyon igazad van, hogy érdekes módon a nem főszereplők sokkal nagyobb szívvel emlékeznek a régi időkre. Nem akarom figyelmeztetni, hogy te nem is voltál olyan nagy menő, de mégis azok jobban emlékeznek ezzel a régi szép időkre. A testnevelők fóruma 2021. szeptemberében is, ezúttal egy zombai borászat otthonában a finom babgulyás és borok kortyolgatása közepette oldott hangulatban zajlott. Olyan baráti szakmai beszélgetésekre is sor kerülhetett, amire idő hiányában és a köztük meglévő távolságok miatt évközben nincs igazán lehetőség.